Szép jó estét mindenkinek, ez itt az Open Music Channel műsora. Örülünk, hogy itt vagytok velünk, én Greg vagyok. Üdvözölünk titeket ezen a csodás szerda estén. A műsor, mint mindig, most is interaktív, tehát mindjárt bemutatom vendégeinket, nyugodtan kérdezzetek tőlük, kommentekben, hozzászólásokban várjuk tőletek emeszt, és hogyha esetleg támogatni szeretnétek a csatornát, vagy a fellépőt, akkor természetesen egy feliratkozással, egy szubbal ezt megtehetitek. Nem is csépelem itt tovább a szót, hiszen mai két vendégem Hutter és Glev. Üdvözlünk titeket itt az OMC stúdióban. Király, hogy itt vagytok velünk. Kezdjük azzal, hogy miért a house? Hát igazából ez nekem elég furán jött, én eddig doboltam egy jó 10 évig, egyébként zeneiskolában indultam, sőt egyébként Gregorián énekkel, még általános iskolából. Aztán így valahogy én az ütőhangszerelés hangszert választottam, mert túl hülye voltam a szolféshoz, és én rosszul hallottam a gitárhoz. Meg tetszett is az, hogy valamit lehet ütni, és így le tudtam vezetni azokat az energiáimat, amik forrongtak bennem úgy 10 évesen. És ebből következett az, hogy elkezdtem zenekarozni, és egyáltalán nem tudtunk összeszervezni kb. Semmit, mert ugye 3 művészlelket összehozni egy terembe egy időpontra, az már egy kb. Lehetetlen küldetésnek bizonyult számunkra. Úgyhogy sokadik próbálkozás után már így fel is adtam ezt az egész előadó, meg zenei vonalat így az életemben, és jött a DJ-zés, többek között Gergő barátom által, ő kezdte el ezt közöttünk először, és nagyon megtetszett a műfaj, elkezdtünk járni bulizni, ott meg kifejezetten ez az a vonal, ami nagyon elnyerte a tetszésem, és akkor elkezdtem én is. House és house között is rengeteg különbség van egyébként. Igazából az elektronikus zene iránti szeretetem az Kalkbrennerre kezdődött még 16 évesen kb. Vagy 15. Előtte én rockstar akartam lenni, szinte ugyanúgy, mint ahogy Levi is. Csak az nagyon nem jött így be. Ezzel egy pára. Igen. A dobos az nem rockstar. Végül is ez is egyfajta rockstárság, csak nem rock, hanem house star. Viccek. Elektronstár. Persze. De amúgy azért a house, vagyis nem is a house, és nem is a tech house, mert tech house, és amit mondtam, hogy nagyon sok különbség van műfajon belül is, és mondjuk én nem játszok ilyen Jack-in house-t, ilyen Chicago house-t, ami amúgy a house, amit a house jelent, hanem inkább ilyen deepebb vonal felé kezdtem el, főleg az elmúlt fél évben orientálódni, és amúgy nagyon vicces az, hogy kezdtem el, milyen zenéket játszottam mondjuk az első fellépésemen, és mondjuk ha most lenne fellépésem, de hát ugye nincs, de hogyha lenne, akkor most milyen zenéket játszanék, és hogy mennyire nagy a kontraszt a kettő között. Úgyhogy azért a house, mert nagyon jó. Lehet rá táncolni. Igen. Aha, ez értető. És ti egyébként hogy ismerkedtetek meg egymással? Ez vicces. Van egy harmadik tag, akiről nem szabad elfeledkeznünk. Ő Sacaba, jó barátom. Vele jártam egy gimnáziumba. És elkerültünk töri emelt érettségi vizsga előkészítőre egy tanárhoz, és ott találkoztunk a Gergővel, vagy hát abánap volt a Gergő az osztálytársa általánosban, abban utána meg az enyém gimiben. És itt találkoztunk ennél a tanárnál, és akkor hárman eléggé összekovácsolódtunk, mert mi voltunk azok a kisdiákok, akik sose írták meg a leckét, úgyhogy a tanárunk az ott tartott minket, ameddig meg nem írtuk, és így elég sok időt eltöltöttünk együtt hármasban, és akkor kialakult ez a barátság köztünk. Ő így kezdődött. Királyság, és maga a DJ-zés, vagy ennek a folyamata, ez egyébként hogy jött az ötlet, hogy DJ-k legyetek, vagy DJ-ként hát, menjetek tovább? Igazából volt egy budai baráti társaság, akik bulikat szerveztek ilyen barátoknak először, aztán oda valahogy bekeveredtem, és elhívtak egy szilveszterre játszani. És az volt az első fellépésem, és akkor hát így elkapott az egész, és azóta így csak az. Úgyhogy így kezdődött.
De hogy már otthon mixeltél előtte, meg ilyesmi, és akkor, vagy ez csak egy beugrós dolog volt, hogy volt, belöktek elé, és akkor helyt kellett állni. Így oda raktak a DJ pult elé, és akkor csináljátok a szám. Volt ez a társaság, és én akkor már szerettem ezt a zenét. Meg amúgy én, tehát azóta van SoundCloud fiókom, amióta megláttam először tizen, nem tudom, 3 évesen. És pörgettem a zenéket folyamatosan minden műfajban, most is rengeteg mindent hallgatok. És sokszor, tehát a tínédzser kicsi koromban még nem is gondoltam egyáltalán azt, hogy így van lehetősége az embernek DJ-nek lenni, mert akkor valahogy ilyen elérhetett. Meg akkor még nem is volt ekkora, tehát hogy így, akkor még azt sem tudtam, hogy mi az kb. Még a felszerelés is teljesen más árkategória volt régen, mint most. Jó, most a profi, az most is olyan drága, mint régen, csak régen csak a profi volt, és a semmi. Most már megjelentek ezek a kontrollerek. Igen. Mikor járunk az időbe körülbelül egyébként ilyenkor? Hát 2010... Hát, fú... Mikor voltak a nem mondásból így? Aha. 4 éve kb. Aha. 4 éve kezdődött, és akkor mondták, hogy majd lehet, hogy fogok tudni játszani. És akkor nyilván egy Numark Mixtrack Pro 3-at kaptam az egyik akkori haveromtól, és akkor hát azt a kis kontrollát a traktorra elkezdtem nyomogatni, meg ott megismerni, és akkor volt az első fellépés, és akkor így elég egész jó visszajelzéseket kaptam, meg én is úgy éreztem, hogy ez így egészen fekszik nekem, és így kezdődött az egész. Királyság, kaptunk egyébként közben kérdéseket a nézőktől, folytassátok csak így tovább. Az első az DJ Lutumtól jött, és ő azt kérdezi, hogy magyar DJ-k közül ki az, akit példaképnek tekintetek? Magyar DJ-k közül? Hát a Rilót, őt nem tudom, hogy ismered-e. Én nem, de ő biztos. Ezen a műfajon belül ő az, aki elérte azt a szintet, ami nekem példakép. Tehát ő teljesen ott van, ahol majd én szeretnék egyszer lenni. Ez mit jelent pontosan? Hát full... Vagy mi ez a szint? International szinten van. Aha. Nagyon komoly labeloknél jelenik. Nagyon komoly labelt csinált magának, és ott meg nagyon komoly zenészek jelennek szintén, és benne van egy olyan crewba, ami a top ezen a műfajnak ezen a részén belül, ami szerintem magyarként egy nagyon elismerendő dolog, és még jó arc is, mert elhívtuk amúgy, volt egy bulink vele. Aha. Aztán ott beszélgettünk vele nagyon sokat, és például az a buli, meg az utáni kis beszélgetések, azok így nagyon durván motiváltak, szerintem nem csak engem, hanem mindannyiunkat. Mindannyiunkat, igen. Így, meghatározó este volt, hát és reggel az életünkben. Az egy ilyen mérföldkő volt a karrierünkben. Hát meg azt, hogy utána el tudtunk beszélgetni tényleg egy ilyen magasra jutott DJ-vel, aki személyes tanácsokat adott nekünk tulajdonképpen, tök baráti viszony. Azt szokta hallani az ember, hogy nem jó, hogyha példaképeivel találkozik az ember, de ezek szerint az esetben ez nem volt igaz. És ez vicces is, hogy ő hogy jött el. Tehát, hogy... Hát nem is az vicces, hogy jött el, hanem az, hogy amúgy, hogyha példaképeddel találkozol, és mondjuk nem hozol egy olyan szintet, amit te vagy, mert valami történik, akkor az olyan állapotba tud téged helyezni, hogy akár még fel is adhatod az egészet, mert azt gondolod, hogy ez így most off. De hál' Istennek ezen, mert amúgy ez megtörtént, azért tudok erről így beszélni, és ebből én nagyon sokat tanultam, és nagyon motiválóan hatott rám az, hogy hát elhívtuk egy buliban, és kurva szar, nagyon, nagyon rosszul játszottam, és ő ezt hallotta, és ez nekem olyan volt, hogy én ott összetörtem. De tényleg, tehát most képzeld el, hogy mondjuk te milyen hangszeren játszol. Én énekelek. Énekelsz, biztos van egy énekes, aki neked a példaképed így a top-top, és elhívod egy koncertre, és te vagy a felvezető, te vagy az felvezető énekes előtte, és mondjuk szarul énekelsz. Tehát az egy olyan állapotba helyez téged, amiből vagy kurva sokat tanulsz, vagy pedig, hogyha nem vagy elég kitartó, meg akkor nyilván feladod, de hát az nem játszik. Értem, úgyhogy, persze. És Glev nálad példakép?
Hát így magyarok között én sobeket tudnám mondani, de a City Matinékon játszott nagyon sokat régen, és nekem nagyon tetszett a szerte ágazó zenei stílus, amit fel tudott mutatni egy ilyen fellépésen. Pont ezen is gondolkodtam. Is meg. Igen, mert hogy rajta láttam azt így DJ-k között először, hogy nem nagyon határolja be egy stílus, hanem azt játsza, amit szeret. És ugye az életben is, ha már azt csinálhatod, amit szeretsz, az hatalmas ajándék, DJ-ként ez kb. Ugyanaz, hogyha azt játszhatod, amit szeretsz, akkor tényleg boldognak mondhatod magad, és láttam rajta ezt, hogy berakott mindenféle afrikai motivumokkal megtűzdelt house-t, szimfonikus motivumokkal megtűzdelt house-t, meg még sorolhatnám évekig. Ezt nem is akarnék nagyobb szavakkal dolgozni. De hogy nekem így ő. Rilót én egyébként akkor ismertem meg, és akkor ő csatlakozott még így a magyar példaképeim közé. Azon az ominózus bulin, ahová el tudtuk hívni, és ott volt, és én előtte nem tudtam, hogy ő ki, és ott láttam játszani, és konkrétan így élőben. Szerintem hol volt ez a buli egyébként? Ez az Éterben volt. Királyság. Jött Petra 11-25-től is egy kérdés. Azt üzeni Levinek, hogy szuper vagy. Lesleg. Gratulálok. Mi a véleményetek póló és penről? És ha nem zenélnétek, akkor mivel foglalkoznátok a legszívesebben? Penpot? Póló és pen. Ez így főleg nekem szól, én nagyon szeretem póló és pen. Ők ilyen nagyon down tempo, nagyon-nagyon egyedi stílus nyomnak, nem is lehet őket behatárolni. Volt szerencsém egyszer megnézni őket az A38 színpadon, egy fesztiválon, és hát hatalmas élmény volt. A vizuál az gyönyörű volt, kb. Olyan volt, mintha Painter rajzolták volna az egészet. Szerintem azzal is rajzolták, és ez is egy fajta fricska így az ilyen túlnyomuló DJ-knek, meg túlnyomuló a színpadtechnikának, hogy tessék, itt van, Painterbe rajzoltam, és akkor... Gagyinak megvan a varázsa, igen. De tényleg nagyon gagyi volt, és annyira a zenére is reflektált, hogy az csodálatos, szép, vidám színek. Egyszerűségnek is van művészi. Hát azt majd meg is mutatom róla a videókat, aminek tetszeni fog. És mivel foglalkoznátok, hogyha nem zenélnétek? Ez volt itt a kérdés második fele. Hát igazából így is foglalkozunk mással, mert bulikat szervezünk. És ez a kettő így eléggé egybevág, szerencsére. Ez a Fly Low. Ez a Fly Low, igen. Hogy jellemeznétek ezt? Ez egy kollektív, ez egy produkciós iroda, ez egy szervezőcsoport, mi ez? Ez egy rendezvény sorozat. Élmény termék. Ez egy buli sorozat, ami szerintem elég, hát nagy szavakat nem akarok mondani, de nagyon sok jó bulit csináltunk, és nem tudok az új generációban hasonló bulis sorozatot mondani, mert vannak, és vannak jók, tényleg, viszont ebben a stílusban, ezt, amit mi képviselünk, nem nagyon tudok mondani olyat, akik, vagyis igazából nem is azt akarom mondani, hogy kik nem olyanok, hanem azt akarom mondani, hogy mi milyenek vagyunk. És hogy jobbak vagytok a többinél, nincs ezzel semmi gond. Más, tudod? Nem, szerintem, hogyha valaki elmegy egy flyló bulira, akkor arra nem úgy fog emlékezni, hogy az egy jó buli volt, de nem tudom, hogy mi volt a buli. Vagy hogy, tehát, hogyha azt mondom, hogy flyló, akkor az fog neki beugrani, hogy egy, nem tudom, Citadella teltház, vagy egy Éter teltház, vagy egy Arzenál teltház, vagy egy olyan buli, amire nagyon sokan nekem azt mondták, hogy ez a nyár legjobb bulia volt, vagy az életük legjobb bulia akár volt. Akár egy illegál bulia Gellért hegyen. Akár az, igen. Azt is belsős információim vannak. Igen, azért behúzogattunk nyáron. Főleg egyébként ez a fő stílus irányzat, hogy open air bulik, extravagáns helyszíneken, és hallgatható zene. Olyan füleknek is hallgatható zene, akik alapvetően nem ebben a stílusban szokták meg a bulizást, hanem be tudják fogadni olyanok is, akiknek ez az egész új esetleg, mert ebben vannak dallamok, de nincs túl tűzdelve egyébként dallamok. Én egy picit dallamosabbat játszom, mint Gergő, de ez is... Ez elég jó hangzik, meg én nem akarom azt, hogy most itt bűnügyi mi voltatok tudatában, itt bármilyen szinten most itt bajba keverjétek magatokat, de engem tökre érdekel az, hogy egy illegál buli, mondom, ne is mondjatok olyat, ami a szervezésről, de hogy ez kipattam valakinek a fejéből, felveszitek a cókmunkot, és akkor felmegyünk, kimennek az SMS-ek, vagy akármi, és akkor hát egy óra múlva ottali. Ez konkrétan úgy néz ki, amúgy ez vicces,
És most lehet, hogy az, hogyha ezt sokan néznék, akkor az illegál bulik tömkelege. Visszanézhető lesz 15 napig Twitch-en, és aztán YouTube-on. Ezt ki kell húzni, nem? Az a vicces, hogyha akarsz csinálni egy bulit egy közterületre, akkor azt be kell jelentened, és hogyha megadják az engedélyt, akkor megcsinálhatod azt a bulit 10-ig. Viszont, hogyha nem jelented be, és csinálsz oda egy bulit úgy, hogy nem jelented be, és megy 3-ig, mert a rendőrség 2:30-kor tudja meg azt, hogy ott van egy buli, és 3-kor kijön, akkor azt mondja, hogy szedd össze a cuccod, és menj haza. És összeszeded, és hazamész. Jobban jártál, mint hogyha 10-kor fejezted volna be. Mint hogyha ezzel senkit nem akarok arra késztetni, hogy illegális tevékenységet folytasson. Törvényalkotó, akkor feladtuk a labdát. Igen, szóval. Egyébként ez már aggályos lenne, hogy ott tartózkodsz közterületen, és attól már nem tartózkodhatnál ott, hogy szól a zene, vagy mégis mi, hogy lehet ez behatárolni. Szóval ilyen módon inkább szerintem érdemesebb nekik ezt csak így szemet húnni, vagy ilyesmi. Pont azon a területen, ott Gellért hegy és környéke azért így fel talán lehet. Zavar nagyon, fel le, talán nem, nagyon hát ezt lecsekkoltuk. Nem zavar senkit, meg nincs olyan hangerő. Igen. Meg a szemetet tényleg összeszedjük, ja, meg mindenki szedje össze. Ja, meg nyilván ott elég jó kilátás van, meg a színű. Hát igen, meg nagyon jó, mert ugye az egy ilyen félköríves dolog, és elég két RCF, most ki fogsz rögni, mert itt olyan cucc van, hogy az RCF hangfalaknak. Nagyon jó cucc van. Igen, tökéletes cucc van. Az RCF hangfalak is úgy be, tehát olyan hangzás van ott, mint hogy jó, és nem megy ki a hang. És ezért ez egy kurva jó helyszín. Igen, igen. Petrától egyébként, Petra 11-25 még mindig, tőle jött egy kérdés, és az, az első az egy állítás, bocsánat, hogy hiánypótló, mit csináltok. Nyára hogy tervezitek, hol lehet majd találkozni veletek? Koronavírus mennyire befolyásolta a Flylo fejlődését? Petra, köszönöm szépen, hogy feltetted ezeket a kérdéseket, nagyon egy hullám hosszú, mert én is kb. Ezekkel készültem. Hát Petra beelőzött. A Flylo fejlődését nyilván befolyásolta. Jól is, rosszul is. Igen, igazából a fejlődést nem befolyásolta, mert ugyanúgy fejlődtünk, mint hogyha nem lett volna koronavírus, csak másképpen nyilván alkalmazkodtunk ahhoz, amilyen helyzet előállt, és azt tehát előre próbálunk dolgozni. Akkor, amikor itt mondjuk feloldják a korlátozást, és berobban az összes bulisorozat, ami mint mondjuk tavaly, amikor volt. Tehát ez kicsit jó is volt, meg nekünk rossz is volt, mert az elején pont, amikor volt a tavaly tavaszi karanténosdi, akkor hirtelen bejelentették azt, hogy most már lehetnek teraszos helyek, vagy hát a terasz nyitva lehet, és akkor nappal ott csinálhatsz valamit. És mi nagyon jól elkaptuk, a Mamut tetőn kaptunk meg egy szombati napot, és pénteken már lehetett volna, és egy másik bulisorozat lett volna a pénteki, de ott egész nap esett az eső. És ezért a miénk volt az első. Emlékszel? És óriási nagy sor volt, azzal kb. Berobbantunk, egy kis nevet szereztünk igazából annál a marketinges csoportnál, akik dolgoznak a legnagyobb buli helyeknek Budapesten, vagy hát az egyik részének, jó, ezeknek a helyeknek, és akkor ők már meg tudtak nekünk ajánlani további lehetőségeket. Erről jut eszembe az, hogy így Mák ügyileg, hogy volt, csináltunk az öt kertbe le is egy bulit, és volt olyan, hogy a szórakozó helyek nyitva lehetnek, viszont nem lehet táncolni, nem tudom, erre emlékeztek-e, de volt ilyen. Nem, én erre nem. Volt ilyen korlátozás, hogy nyitva lehetnek. Aha, de nem lehet. Bocsánat, csak hogy láttátok ezt bárkit ellenőrizni, és két lépés után ez már táncnak számít? Ez egy hónapot ment, az, hogy ott van a hely, ott van a DJ, kurva halkan megy a zene, és nem lehet táncolni, mert asztalokat tesznek a hely közepére. Ja, értem. És ez történt. Azt hittem, hogy van egy táncellenőr, aki így a lábakat zárósan figyeli. A biszti őrök azok, tehát hogyha valaki felállt és táncolt, akkor rászóltak, hogy ne táncoljon. És ez ment, és ez tényleg ment. Szóval értem, csak ez biztos, hogyha néztek, akkor emlékeztek rá, hogy ez így volt. Buli. Igen, jó. És mi szerveztünk egy bulit lent az öt kertben, és az előtti nap, hogy lett volna a buli, feloldották ezt a korlátozást, és mindenki odajött, és oda is csináltunk egy teltházat véletlenül. Király. Majd azt vettem ki a szavaitokból egyébként, hogy jövőre nézve nyilván sok buli lesz, de akkor ti is arra számítotok, mert mi is beszéltünk arról, hogy majd koncertszervezésben, meg ilyesmi, csak mindenki attól tart, vagy igazából valószínűleg ez fog történni, hogy mindenki beindul, és mindenki rohadt aktív lesz. Az hirtelen. Nem baj, az jó. Az nem csak olyan értelemben, hogy megosztik a közönséget, tehát nem biztosan, az lesz, hogy, de hogy valószínűleg meg így is pénteken lesz 20 buli, vagy valami. Igen. Például a legnagyobb konkurensek a
fesztiválok, azok ahova általában az, nem tudom, tehát biztos nagyon sok ember van, aki letudja a nyári bulizást azzal, hogy elmegy egy hétre fesztiválozni, hát vagy több fesztiválra, és tavaly nyáron nem volt erre lehetőség, ezért pont az ilyen kicsit underground a bulisorozatok, kisebb helyeken, hazai fellépőkkel megtöltötték. Nagyon sok az új, és ki voltak éhezve nyilván az emberek, úgyhogy ilyen az új generációban, akik mi nagyon bemákoltuk azt, hogy nem voltak nagy fesztiválok, mert nagyon sok teret kaptunk arra, hogy játszunk nagyon sok helyen, és ebből a szempontból szerintem, mert mint én is sajnálom a Szigetet, meg minden, de azért az nem volt rossz, hogy nem volt, és mindenki a mi bulijainkra járt. Meg volt egy csomó bulisorozat, akik ugye már ahhoz szoktak, hogy eljön az open air buliukra 1-2000 ember, és nekik úgy éri meg, hogy eljön 1-2000 ember, de ugye 500 főig volt korlátozva majd ja, egész is nyáron az egész, és ezért pont az ilyen feltörekvő, alulról jövő, senki által meg nem támogatott bulisorozatok kaptak egy csomó teret, és kaptunk olyan helyeket is, ahol megcsinálhattuk a bulijainkat, ahol egyébként fixen valamilyen sokkal nagyobb bulisorozat, nagyobb nevekkel lett volna, akik ugye nem tudták ezt kikalkulálni már. Értető. Ez persze. Nyilván ez jól jött mindenkinek az 500, hogy szerintem igen, inkább beszélnem hát a mainstream, meg az underground az egy picit ki tudott teljesedni. Saját zenékkel készültök esetleg, vagy vannak ilyen tervek a jövőre vonatkozóan? Én írok zenét, van már kint, hát két szám, amiből egy szám, mert hogy mindkettő szám, de hogy egyet mondok, tehát egyre mondom azt, hogy ez jó talán első számnak, de nyilván produceri, tehát hogy ha valaki producer, akkor hogyha csinálja egy évig, és azt gondolja, hogy ez most jó, és mondjuk két év után azt mondja az egy évvel ezelőttire, hogy ez mi, és 10 év múlva azt mondja az 5 évvel ezelőttire, hogy az mi, tehát hogy ez egy ilyen út, amit így... Persze, viszont elkezdeni muszáj. Ja persze, igen, amúgy igen. Én hoztam volna egy sajátot, de nem lett kész, úgyhogy de egyébként dolgoz, tehát hogy írok zenét, meg próbálok olyan kapcsolatokat építeni, vagyis nem próbálok, hanem csinálom. Van például egy srác, ő DMB-be mozog, és ő Londonban végzett egy zenesulit. Ki ő, lehet, hogy ismerjük, múlt héten Sonic Rain, úgy hívják, Blade Runner-nél volt egy live setje, és nagyon ügyes, mert nagyon jó ember is, és vele most így összeültünk, és megbeszéltük, hogy kinek mi az erőssége, és így ebből például egy tök jó kooperáció fog alakulni szerintem. Úgyhogy... Most olvastam egyébként, hogy Carcox most rakott le egy DMB-szettet valahol. Nem tudom, hogy ezzel tisztában voltak. Hát a Cox ő elég sok vonalon mozog. Főleg az ilyen live szettjei. Valamikor egy old school szettet nyomott le. Úgyhogy tényleg ő... Hát ő már benne van az iparban egy ideje. Meg ő látszik, hogy teljesen ilyen táncos részről közelíti ezt, igen, meg, amire lehet bulizni. És akkor idénre esetleg lekötött bulik, vagy tervek azok, hogy néznek ki? Lesz egy szórakozó hely, ahol mi debütálni fogunk, mint buli szervezők és programszervezők. Ez az Üllői út 55-ös számnál, Hub 55, az a bár, aminek az alaksorában most épül a hely. Velük fogunk együttműködni így az esősebb, téliesebb időszakban, hogyha egyáltalán lesz akkor lehetőség erre. Aztán utána kitelepülünk és folytatjuk az open air-es bulikat egész nyáron. Amikor jó idő van, akkor inkább legyen kint, majd legyetek ott velünk kint. Hát ja, szerintem egyébként nyár előtt nem lesz, vagy én azt gondolom, hogy nyár előtt nem nagyon lesz itt bármi. Hát ami... én optimistebb vagyok. Hát, meglátjuk, hogy az oltás az milyen messzire. Simán, de azt tudja, hogy open air-rel kezdünk, mert annál előbb nem lesz buli, hogy ne open air-rel kezdjünk. Úgyhogy a Flylow szempontjából ugyanazt fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk, és szerintem az egy nagyon jó irány volt, és az is lesz, és az is marad. Király. Ez nagyon jó hangzik, én nagyon sok sikert kívánok nektek ebbe a buliba is, és akkor majd remélhetőleg találkozunk is valamikor a közeljövőben, de természetesen zenélni jöttetek elsősorban ide hozzánk, én meg csak itt húzom az időt, de szerencsére remélhetőleg megismertétek a srácokat így. Én át is adom a terepet egyébként, melyikötök kezd? Én kezdek. Glev kezd, úgyhogy Glev, kérlek szépen fáradj be a dekkek mögé. Én pedig addig elmondom nektek, hogy ez a műsor majd
15 napig visszanézhető Twitch-en, utána pedig átkerül majd YouTube-ra, ahol amíg YouTube van, addig meg tudjátok majd nézni. Tehát itt van velünk ma a stúdióban Glev, aki zenél, és utána pedig Hotter, aki átveszi majd tőle a deckeket. Nyugodtan írjátok továbbra is a hozzászólásokat, a kommenteket, iratkozzatok fel a csatornára, hiszen a srácok látják a képernyőt, tehát reagálni, azt nem tudom, hogy élőbe fognak ebbe mondani bármit a mikrofonba, hogyha jön egy kérdés. Talán lehet, hogy nem. Végig mikrofont használunk, ezeket fel tudod. Azaz, igen. Úgyhogy jöjjön akkor itt a Pinewood stúdióban, az Open Music Channel-en, a deckek mögött Glev.
Thank you.
Thank you.
discover. Suffer and be a fuck up, Brooks. Yeah.
does, you're not allowed to do. Oh, you're not allowed to steal, you're not allowed to, not allowed to have the fun of any type of, any kind of way. Thank you.
szimpatisabb mladíša. The others are calling.
I'm lost.
metaphors and calamities. Rapidly, what MC with their take is salary. Vocabulary master presented. Retention extended through illness, style invented. Brains of excel like me, succeeded when I be entering. Chromatical vortexes twisting like roller deck. Scorn Texas, random me selected. Man, like realized by even paramedics. Majestic verbal fragments, tactic graphic, direct more havoc on niggas. Cabbages and semi-automated. But never faded, data kicked in verbatim. Related to hip hop.
Adventurous exploration, making love.
Texas. They're a group of men over 40. Got so mad at what I'm saying. Take a little bit of 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 a
drive is a key component. Passion is also a major foundational component if you want to be able to help design your own path. And with these, education and a love for learning are essential. Knowing that despite challenges, there are always solutions. Jamming, slamming, moving, jacking, grooving, yeah. Get up on the floor. We feeling it. Get up on the dance floor. Jack, 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 jack. Get up on that dance floor. Come on. Get up on the floor now. Come on. Jack, 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 jack. Get up on the floor. We out here jamming, slamming, moving, jacking, grooving, yeah. Jack, 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 jack. Yeah, but it's good, it's good. We feeling it.
get up on the floor. Come on, jack, 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 jack. Get up on the floor now. Come on. We feeling it. Yeah. Come on. So. So, get up on that dance floor. Yeah, but it's good, it's good. Get up on the floor now. Come on. Jack, 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 jack. Get up on that floor. We out here jamming, slamming, moving, jacking, grooving, yeah. Jack, 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 jack. Yeah, but it's good, it's good. We feeling it. Come on. So. Get up on the floor. Come on. Jack, 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 jack. Get up on the floor now. Come on. We feeling it.
flexing like that bitch, holla. Flexing on that bitch. 21, go get the stick, holla, holla. At this private location, holla. Pull up back in rotation, holla. Bitch, this on me, I'm in rotation, holla, holla. Thank you.
Hurrá! Éljen! Élőben innen a stúdióból. Nagyon szépen köszönjük. Férfi munka, uram, Glev, Hutter. Emlékszem. Légy szíves, mondjátok be az ilyen szocmédiás mindenfajta ilyen elérhetőségeiteket, hogy hol találnak meg titeket a nézők, hallgatók. Hát a Flylow-t azt megtaláljátok mindenhol. Facebookon, Instagramon, meg úgy, hogy Flylow Now, ugye? Igen. A Lev az Glev Music, én meg Hotter Music. Mindenhol. Hát itt hallottátok először. Hallották már azt? Hallottátok. Reméljük, nagyon nagyot bulisztatok velünk. Itt az Open Music Channel csatornáján én Greg voltam, úgy ezt az adást írtuk is, de tudjátok, hogy visszanézhetitek itt Twitchen 15 napig, utána pedig YouTube-on elérhető. Hogyha támogatnátok minket, akkor tegyétek meg, azt nagyon szépen megköszönjük, mert a pizza mindig jól jön. Holnap találkozunk, holnap metal lesz a műsor, itt lesz nálunk a Köszönöm, igen, a dobosom másik zenekara az iSnap, majd holnap hallgatok efelől. Miért telt el ez az 5 másodperc? Szóval további szép estét kívánunk mindenkinek, köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk holnap és mindig. Sziasztok az egész táb nevében, csá! Köszönjük szépen még egyszer. Mi köszönjük a lehetőséget.